Azt hiszem, hogy ebbe a településbe bele lehet szeretni. És Dániel, beleszeretett? Én beleszerettem. Galán Angéla vagyok, riporter és dokumentumfilmes. Amit a legjobban szeretek a szakmámban, az az, hogy mindig új és izgalmas történetekkel találkozom, amit aztán elmesélhetek önöknek, nektek. Egy 12 részes sorozat első részét láthatjátok, az úti célunk a Dunakanyar és környéke. Múltbéli mesterségek, régi legendák, a jelen látnivalói és jövőbe mutató kezdeményezések, ezt mind szeretnénk megmutatni. Ami az egészet összeköti, az a Duna, a víz áramlása. Az első állomásunk Nagybörzsöny. 16, 17, 18 és a 19. üres, ugye? Igen, üres. De hogy van ez a sztori a kőfejekkel? 18 kőfej van és a 19. üres. És egy üres ablak. Nagyon sok helyen tévesen van leírva, mert 19 fejről és egy 20. üres ablakról beszélünk, de ez nem így van, most ugye ezt be tudtuk bizonyítani, mert megszámoltuk. Tehát 18 tatárfejünk van, és egy üres ablak. Hát ennek van egy nagyon régi legendája, hogy hogy kerültek ezek a tatárfejek ide föl az ív sorra. A legenda szerint negyedik Béla, amikor az osztrákok felé menekült, ez volt az út. Vonala. És az őt üldöző tatárokat fogták el a nagybörzsönyiek, 18-at lefejeztek, a 19-nek vagy sikerült elmenekülnie, vagy ugye a régi legendákban az is elhangzik, hogy elengedték, mint hírvivő, hogy el tudja mondani annak, hogy itt Nagybörzsönyben micsoda barbár emberek élnek. Magyarországon nem sok ilyen templomunk van. Ez szinte teljesen ép állapotában maradt meg. Ez 800 éves templom, tehát túlérte a tatárt, a törököt, a világháborúkat. Azt mondták erre a stílusra, hogy ez az Isten örök háza, az Isten örök vára. És ez a 800 év, azt hiszem, hogy ezt bizonyítja is. És mai napig tartanak itt szentmiséket? Igen. Hát esküvői miséket tartanak, gyászmiséket, és ugye spontán miséket, illetve hát turisták számára van nyitva, ugye mint érdekesség, és akkor tárlatvezetéssel meg lehet nézni a templomot. Muszáj megnézem belülről is, úgyhogy kísérjen. Akkor nézzük meg belülről. Összetudunk a falakon számolni 12 darab piros kör, benne kereszt. A 12 az a 12 apostolra utalt, és 800 évvel ezelőtt ezen a 12 ponton szentelték fel a templomot. Amikor lekaparták a vakolatot, akkor is megmaradtak ezek a felszentelési keresztek. 800 évvel ezelőtt földből kinyert, természetből kinyert festékanyagokból készülhetett, és így kibírta ezt a 800 évet. De akkor ez egy kisebb fajta csodának mondható, ez egy kisebb fajta csodának. Hát megértem, hogy büszkék a nagybörzsönyiek erre a templomra. Hát igen. Hogyha valaki soha nem járt még Nagybörzsönyben, akkor mi az, ami miatt ez a település mindenképp érdekes? 4 temploma van a településnek. Most nem hiszem, hogy sok 700 fős település elmondhat magának. Bocsánat, hazabeszélek egy picit. Tehát ennyi mindent, mert ugye 4 templom, tájház, vízimalom, horgásztó, kisvasút, és akkor a kicsik a fafaragótól, a mézes kalácsosig, a magfaragóig. Tehát itt annyi látnivaló van, hogyha ide jön a turista, egy nap alatt szinte végig se vasutazik, akkor egy nap alatt végig se tudja járni az egészet. Én ugye először járok most Nagybörzsönyben, és csodaszép, meg különleges. De amit nem tudhat az, aki először ide látogat, hogy milyenek a nagybörzsönyiek, milyenek az itt élő emberek. Én úgymond gyütment vagyok. Tényleg? Persze, úgy nősültem ide, de most 7 kilométert jöttem ide, és teljesen mások a szokások. Tehát, mint tudom, egy sváb disznótor teljesen más, mint egy ipolytölgyesi. Ugye másképp beszél a nagybörzsönyi sváb, a nagymarosi és a pilisi, mert ez teljesen szinte, ugye ez egy zárt település, ugye mivel zsákfalu, és ezt a nyelvet csak itt értik meg. Tehát lehet egy olyan variáció, hogy például a két idős néni a szobi STK-ba úgy kibeszéli az orvost, hogy mellettük áll, perfekt tud németül,
el fog csípni két-három szót, de összességében nem érti meg, hogy miről beszélnek a nénik. Tehát ennyire. Hogy képzeljük el? Tehát milyen volt itt az élet? Itt élt a Molnár a családjával. Hogy működött ez az egész dolog? Hát igazándiból 1847 és 52 között épült ez a vízimalom a nagybörzsönyi Antal családnak. És ugye nem csak malom volt, hanem a Molnár itt is lakott a családjával együtt. Mivel itt lakott, éjjel-nappal tudott őrölni, és így napi szinten 12-16 mázsa gabonát tudott leőrölni. Úgyhogy ez úgymond egy családi vállalkozás volt. Ugye 4 malom volt a településen, ha jól emlékszem, igen, és ez most már egy jó ideje nem működik. De milyen volt, amikor, igen, működött? Eredetileg köves malom volt. 1852-től, az alapítási évétől 3 kőjárat végezte az őrlést. Ebből a 3 kőből egy megmaradt, eredeti állapotában láthatjuk. Ugye gondolom a köves malom az a legrégebbi technika. Az a legrégebbi. Őskortól használjuk a követ. És az az érdekes, hogy őskortól 1874-ig még Megvárt András és Ganz Ábrahám fel nem találta a hengerszékes őrlést, addig csak a teljes kiőrlésű liszt létezett. Tehát az eleink tulajdonképpen kénytelenek voltak egészségesen táplálkozni. Ha tetszett nekik, ha nem. Melyik volt az az év, amikor még ez a malom működött? Az utolsó év? Iparszerűen 1852-től 1951-ig, 51-ben sajnos államosították. Aha. Majd 1980-tól múzeum lesz, de akkor még olyan állapotban lett felújítva, és még annyi vízünk volt, hogy 1980 és 98 között tudott látványőrölni. Tehát az azt jelentette, hogy ugye a turisták előtt egy-egy zsákkal leőrölt. Én nekem megvan az az élmény, amikor működött ez a vízkerék, és én a gyerekekkel indítottam el a malmot. És ahogy megteltek a víztáskák, és megmozdult a vízkerék, itt ováció volt, és azok a gyerekarcok előttem vannak. Mikor épült ez a ház? 1600-as években már állt ez a ház. És tudni róla, hogy kik lakták? Hagyomány szerint a bányagazda, de teljesen biztosan nem tudjuk. Tehát lehet, hogy az iskolamester élt itt ebben a házban. A szobáknak a nagyságát is érdemes megnézni. Tehát ilyen házakat leginkább az 1800-as években építettek. Uh-huh. Ki szoktam emelni például a falitéket, ami minden családnak volt régen. Leginkább az ajtóval szemközti bal oldalon kapott helyet, mert ez volt a szent sarok régen. Uh-huh. Ebbe a falitékába a Bibliát, orvosságot és pálinkát tartottak. Ez az? Igen, de ki is lehet nyitni. Nálunk általában ilyen egyszerű tékek voltak, de néhány településen szívesen díszítették faragásokkal. És akkor ebben van egy biblia. Igen. Uh-huh. Ez is egy biblia, orvosság, pálinka, illetve a borotválkozó penge volt még benne. Az is érdekelne, hogy hol aludtak, mert nem hiszem, hogy itt egyetlen egy darab ágyat találunk, hogy aludhattak vajon? Itt aludtak ezen az egy ágyon, tehát egy szobában aludtak. Általában az anyuka aludt itt kívül, az ágynak a szélén, mellette a legidősebb gyerek, aki még ugye nem repült ki a házból, lábánál keresztben egy gyerek, illetve az ágy alatt általában volt egy fiók, amit éjszakára kihúztak, többi gyerek ott elfért, és bölcsőben aludt a baba. Nálunk ilyen rongybölcső volt, tehát fabölcsőt egyáltalán nem használtak a nagybörzsönyek, és ezt felfüggesztették az ágy mellé. Gyakorlatilag az ágy mellett kapott ez helyet, ez a bölcső. És akkor, tehát megvan a legkisebb gyerek, a középső gyerek, a bölcsőben levő gyerek, az anyuka, így és az van. Apuka, hol aludt? Apuka kint aludt. Hú, általában igazi házastársi intimitás, igen, hol? A bejárati ajtó mellett általában tavasztól ősz végéig ott aludt, illetve hideg időben az istállóban. Tehát őrizte a házat? Őrizte a házat, meg a családot, vigyázott a családra.
De azért ez azt jelenti, hogy a földön aludt? Nem volt egy ilyen prics, amin aludt általában. Értem. Én nem ismerek belegondolni, hogy akkor így a házastársak hogy érintkeztek egymással, hogyha az anyuka körbe volt folyamatosan bástyázva a gyermekekkel. Szerintem biztos, ezt megoldották. Biztos téged. Megoldották, csak olyan furmányosnak tűnik ez a nem csak, hogy külön ágyban, de külön szobában, meg az istállóban az apuka, hát azért az nem lehetett túl kényelmes. A szalmán? Ilyen szalmán, így van, igen, igen. És itt a sublótnak a legalsó fiókjában is még gyerekek aludtak. Tényleg. Tehát kiúsztak, és akkor az ilyen kisebb gyerekek ketten, hárman elfértek benne. Hát most lehet látni, hogy milyen keskeny ez a sublót. Egyébként én is aludtam még babaként egyszer egy kiúszható fiókban, de nagyon kicsi voltam. Tehát azért gyerekkoromban már nem raktak bele egy ilyen fiókos szekrénybe, de van egy kép rólam gyerekként, ahogy egy ilyenben fekszem, de mármint, hogy ilyen pár hónapos gyerekként, pár éves gyerek is elfért ebben? Igen, hát régen kisebbek voltak az emberek, tehát ilyen 140 centi volt az átlag. És 140? Hát, igen. Igen, 1600-as évek tájéken alacsonyak voltak az emberek, és itt is egyébként félig ülve aludtak, tehát teljesen nem feküdtek le, mert úgy tartották, hogy a halottak fekszenek a koporsóban vízszintesen, tehát hogy élő ember ne feküdjön le. Sok párnát tettek a hátuk alá, és gyakorlatilag ülve aludtak. Nekem ez szörnyen kényelmetlennek tűnik, de... Valószínűleg nekik is az volt, de ilyen babonások voltak. Ezt a szobát úgy hívták, hogy tiszta szoba, igen, vagy nem? Igen, az átlagházaknál úgy hívták, hogy tiszta szoba, és általában ezt rendben tartották vendégek fogadására, halottak ravatalozására, menyasszony öltöztetésére, és általában, tehát érdemes itt megnézni az ágyat, ezt igazából nagyon magasra vetették, és lehet látni, hogy fekete hímzéses ágyterítő van rajta, mert nálunk Nagybörzsönyben a fekete volt az ünneplős szín. Glázer Zsuzsanna 1893-ban készítette ezt az ágyterítőt, és ami érdekesség még Nagybörzsönyben, hogy nálunk a gyászszíne a piros volt, tehát nem a fekete, hanem a piros. De érdekes. Magyarországon egyedülállóan, mert úgy tartották, hogy Szent Péter a mennyország kapujában egy piros virággal várja az odaérkezőket. És nemrég láttam egy halotti leplet is, amiben sok piros hímzés volt. Sajnos most nem tudok így hirtelen olyat mutatni, de teli volt piros hímzéssel, és az volt a halotti lepel. És ezt úgy képzeljük el, hogy akkor a temetésre is így tűzpirosban mentek az emberek? Pirosba öltöztek, és piros volt a halotti lepel is, igen. Ez tényleg... Igen, különös. Fekete pedig az ünneplős ruha volt, a mennyasszonyi ruha is fekete volt. Fekete volt? Az igen, is nem fehér. Nem fehér. Egy ünneplős ruhájuk volt, ugye könnyebben tisztán tartották a sötét ruhát, és akkor ezért volt fekete az ünneplős ruha. És akkor itt vannak a kenderfonáshoz szükséges eszközök. Mi az, amit tudunk róla? Itt például a tiloló, ez a kender növénynek a kemény szárát törte meg. A kender növényt egyébként olyan 12-14 napig kellett áztatni. A Börzsöny pataknál készítettek úgynevezett tumpokat, kövekből körbe rakták, és oda tették be a kendert ázni. Ázás után a tilolóval megtörték a szárát, lefejtették róla, és a száron belül volt ez a rostos rész. Ezt fésülték ki a kender fésűvel, amit Börzsönyben héhelynek, illetve héhőnek is neveznek. Ezt két hokedlire tették ki vízszintesen, és addig csapkodták ezeket a kender szálakat a tüskéken, míg ki nem tudták fésülni vele. Feltekerték az orsó végére, és így elkezdték tekergetni. És amit tekertek, azt a szálat, azt ide gombolították, itt készült egy ilyen gombolyag. Ami egyre növekedett. Ami egyre növekedett, és ebből tudtak készíteni zsákokat, terítőket, ruhaneműket. Látszik, hogy ez egy jó strapabíró anyag. Ez egy eredeti, itt készült zsák. Igen, igen, igen. Jó régi lehet. Liszterzsák, ugye a vízimalomhoz itt kapcsolódunk. Így van, igen, mentek őrölni ugye a búzát, kukoricát, és akkor a búzából a lisztet, azt ide beletették zsákokba. Köszönöm szépen, hogy megmutattad. Hello! Szereted? Reméljük, hogy tetszett, amit Nagybörzsönyből meg tudtunk mutatni. Folytatjuk továbbra is kalandozásainkat a Dunakanyaron és környékén. Tartsatok velünk akkor is!